Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora december 5-én hétfőn. Az év végén a turisztikai szektor állami segítséget kapott. Vajon valódi segítsége ez? Erről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Fejlődés és stabilitás, gazdasági és közlekedési értelemben is javult Levelek. Nemzeti konzultáció, a brüsszeli szankciókról beszélt Hídvégi Balázs. Állami segítség, mire elég a SZÉP kártya felszabadítása a turisztikai szektornak. Egy évvel ezelőtt adták át Leveleken a betonelemgyártó üzemet, azóta sok minden történt a településen, ráadásul az Ukrajnából érkező menekülteket is segítették. Vendégem Levelek polgármestere, dr. Túróczyné Dr. Székely Anita. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Körülbelül egy évvel ezelőtt, tavaly decemberben adták át a betonelemgyártó üzemet Leveleken, azóta eltelt egy év. Bejött-e a számításuk, tehát sikerült-e úgy üzemeltetni ezt a betonelemgyártót, ahogy szerették volna? Örömmel mondhatom, hogy a termelés folyamatos volt az üzemben. Térkőgyártás tekintetében az év folyamán 8000 négyzetméter térkövet sikerült legyártanunk, aminek több mint felét értékesíteni is sikerült, úgyhogy úgy érzem, hogy ez a beruházás sikeres volt. Valóban tehát üzemeltethető volt, működtethető volt, fenntartható volt, és ugye foglalkoztatás tekintetében is 4 főt tudtunk a betonelemgyártó üzemben foglalkoztatni. Gondolom, nem elsősorban az volt a cél, bár az is cél lehetett, hogy profitot termeljen ez az üzem, hanem inkább az, hogy a foglalkoztatáson segítsen. Igen, a foglalkoztatás egy fontos szempont volt. Én úgy gondolom, hogy itt azért a 4 fő foglalkoztatása az jelentős. Hát valóban azért a profitot azt nem tudtuk olyan mértékben termelni, de veszteségesnek azért nem mondhatnám. Tehát a beruházást és úgymond az értékesítést összevetve azért veszteségesnek nem mondható, és ugye önkormányzati beruházásokat maximálisan ki tudott szolgálni, de nem csak önkormányzati beruházásokat, hanem más ugye, vállalkozók is éltek a lehetőséggel, önkormányzatok is vásároltak térkövet, amit saját beruházásaikhoz tudtak használni. De akkor a helyi önkormányzat is, hogyha volt valami olyan hely, ahol kellett térkő, akkor a saját üzemből tudták. Nyilván éltünk ezzel a lehetőséggel, ez az egyik láb volt tulajdonképpen, hogy itt az értékesítésben tudjuk segíteni az önkormányzat Levelek Kft. Üzemeltetésében működő betonelem gyártónak a működését. Idén március 15-én, mert mindig munkával ünnepel Levelek, március 15-én volt a piac alapkövének a letétele. Hogyan áll most a piac? Az építési beruházás az befejeződött, projekt szinten az eszközbeszerzés még folyamatban van, de a piaccsarnok, a fedett piaccsarnok elkészült, aminek a használatba vételi engedélye is megvan, így gyakorlatilag meg tudtuk nyitni a kapukat a kereskedők és a vásárlók előtt is, és hát november közepe óta már használják gyakorlatilag a piaccsarnok épületét. Mondaná néhány paramétert, hogy hány asztal van, hányan tudnak körülbelül, van-e bent üzlet, szóval mit kell tudni a leveleki piacról? Hát maga a váz az egy modern, korszerű, fedett, hát fémvázas piaccsarnok, amiben árusító asztalok lettek elhelyezve, összesen 64 darab árusító asztal, asztalonként 2 négyzetméteres felülettel. Ezek zárható asztalok, és gyakorlatilag ezeken az árusító helyeken történik a kereskedelem. Mennyire van közelharc, hogy valaki egy ilyen asztalt szerezzen, szóval mennyire volt igény arra, hogy egy ilyen új modern létesítmény létesüljön? Hát ezt mi is nagyon vártuk, hogy ha visszaköltöznek a kereskedők, ez hogyan fog működni, és valóban most tapasztalatokat gyűjtünk ennek tekintetében, de nagyon szépen megoldják ezt a helyzetet, hát korán érkeznek, és hát nyilván akik már évek óta rendszeresen járnak árulni a piacra, megvan egyébként a megszokott helyük, és nyilván előnyben is részesülnek azok, akik hetente 3-4-5 alkalommal is piaci helyük van, és hát szerintem van azért nyilván helyezkedés, de megoldódik ez a probléma. Van egy piacfelügyelőnk is, és nyilván segíti ennek a koordinálását. Milyenek a visszajelzések? Ugye november közepe óta szükség volt rá, hogy fedett legyen végre? Igen, abszolút szükség volt. Én úgy gondolom, hogy kultúrált körülmények között árulhatnak a kereskedők is, és a vásárlók is szeretik, és hát amit látok és tapasztalok, most is voltam kint szombaton, hogy nagyon mozgalmas és élénk, tehát hétfőtől szombatig nyitva van a piac, 6 órától gyakorlatilag a déli órákig, és különösen hétvégén, szerda, csütörtök, péntek, szombat napokon kifejezetten élénk leveleken a piac, úgyhogy azt gondolom, hogy szükség volt rá, és hát valóban Levelek lakosságát is, és a kistérség lakosságát is azt gondolom, hogy szolgálja. Minden megyei települést valamilyen formában érintett az orosz-ukrán háború, legalábbis a menekültek. Levelek milyen segítséget kellett nyújtson az Ukrajnából menekülőknek? Év elején szembesültünk mi is ezzel a problémával, és hát február-március környékén szálláshelyet nyújtottunk a turisztikai centrum területén Levelek nagyközség önkormányzatának a tulajdonában lévő kemping területén voltak elszállásolva. Igen, elmentek, ez ki lett akkor jelölve szálláshelyként, ez megszűnt, és utána már gyakorlatilag továbbra is kereskedelmi szálláshelyként turisztikai célból tudtuk üzemeltetni a kempingünket májustól. Ha már itt tartunk a turisztikánál, milyen volt az idei nyár turisztikai szempontból? Hát úgy éreztük, hogy gyengébb volt, mint a tavalyi, bár ugye azért az időjárás, hogyha ezt veszük figyelembe, kedvezőbb volt, mint a tavalyi évben, és hát most már úgy látva a strand és a kemping eredményeit, a strand az a tavalyi évhez hasonlóan zárt, a kempingben érezhető volt a forgalom csökkenése, nagyon sok tábort visszamondtak, nyilván ugye az áremelkedés, az élelmiszeráraknak az emelkedése, az energiárak emelkedése nem tette lehetővé, hogy úgymond éljenek többen ezzel a lehetőséggel, és így ott érezhető volt a forgalomnak a csökkenése. A beharangozóban mondtam, hogy a gazdaság mellett a közlekedés is egy fontos szerepet játszott ebben az évben, sikerült utakat építeni. Igen, valóban Levelek nagyközség önkormányzatának egyik hát elsődleges célja, hogy a belterületi, illetve a külterületi utak területén az utaknak az állapotát rendbe tegye, és hát már tavaly elkezdett, novemberben tudtuk befejezni az Ifjúság utcának a felújítását, amit egy belügyminisztérium által támogatott beruházás volt, nyilván az önkormányzat saját erejével kiegészítve, és ugye tavaly 3 utat, a Dohánykert, Sportutcát saját költségvetési forrásunkból az iparüzés és egyéb adóbevételeink terhére rendbe tudtunk tenni, le tudtuk aszfaltozni, és hát idén pedig a település egyik legforgalmasabb utcáját, a József Attila utcát, ami egyébként településünket Nyír Ibronnyal köti össze, illetve a turisztikai centrumunkhoz is vezet, ennek 937 méter hosszú szakaszát tudtuk leaszfaltozni és a patkáját rendezni, úgyhogy ennek nagyon örülünk és nagyon büszkék vagyunk rá. Ugye az energiaválság minden önkormányzatot érint. Leveleken kellett olyan intézkedéseket meghozni, amelyek segítenek abban, hogy csökkentsék a kiadásaikat? Hát valóban a évnek az utolsó negyedéve napi szinten ezzel telik, hogy hogyan tudjuk fenntarthatóvá tenni az önkormányzat intézményeinek a működését, és hát nyilván nálunk is ugye a közvilágítás tekintetében is érintettek vagyunk. Igen, történtek intézkedések. A településen leginkább ugye abban tudtunk gondolkodni, hogy hogyan tudjuk racionalizálni az energia felhasználást, és ugye annak érdekében tettünk lépéseket, hogy ezeket csökkenteni tudjuk, és igazából arra lehetőség, hogy most így hirtelen ugye néhány éve lecserélt gázkazánokat cseréljünk mondjuk hőszivattyúra vagy egyéb dologra, erre nyilván nem volt lehetőség, és ugye nálunk nem is nagyon adott a vegyes tüzelésű kazán lehetőség az intézményekben, úgyhogy ezzel tudtunk, de egyébként ez jelentős, tehát én úgy látom, hogy a termosztátokkal, a megfelelő hőfokbeállításokkal a gázfelhasználást jelentős mértékben úgymond sikerült csökkenteni, és hát ugyanez vonatkozik nyilván az elektromos áram felhasználásra, és hát ami jó hír, és jövőre abszolút azt gondolom, hogy a fenntarthatóságunkat elő fogja segíteni, sikerül megvalósítani 5 intézmény területén TOP pluszos projektból napelem beruházás, és azt gondolom, hogy ezzel talán fent tudjuk tartani az intézményeinknek a működését. Kicsit meg is előzte a következő kérdést, hogy a jövő évet mennyire fogja ez befolyásolni, vagy van-e már terv, hogy melyek lesznek a legfontosabb lépések a következő évben, de akkor gondolom, hogy ez prioritást fog élvezni. Igen, abszolút a fenntarthatóságnak és a működőképesség megőrzésének a kérdése körül fog forogni a jövő év is, amiket most megtanulunk, mert hát azért mi is ezt folyamatosan tanuljuk, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, ezt a jövőben meg is kell valósítani, még nyilván a fűtés szezon előtt, hogy amit lehet az energia szempontjából, tehát hatékonnyá tenni a fűtésrendszerünket, a villamosenergia felhasználásunkat, úgyhogy ezzel fog valószínűleg nagy részt telni a következő év. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és hát jó munkát kívánok a következő évre is. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Erőteljesebb érdekérvényesítést érhet el a magyar kormány a nemzetközi vitákban, hogyha sokan kitöltik az uniós szankciókkal kapcsolatos nemzeti konzultációt. Erről beszélt Nyíregyházi Fórumán Hídvégi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Karab Zoltán járt a helyszínen. A brüsszeli szankciókról fogunk beszélgetni, és arról a helyzetről, ami kialakult itt Európában. Mi azt kérjük az emberektől, hogy mondjanak véleményt ezekről a szankciókról, különösen azokról az elhibázott szankciókról, amelyek nem hozták el a háború végét, ahogy ezt ígérték korábban, ellenben katasztrofális hatással vannak a magyar gazdaságra és az európai gazdaságra általában, veszélybe sodorják az emberek megélhetését, a jólétét, inflációt okoznak és munkanélküliséget. Az a véleményünk, hogy nemet kell mondanunk ezekre a szankciókra, és vissza kell tereljük az európai döntéshozást is a józanság és a átgondolt döntéseknek a területére. Ezért arra fogom kérni az itt lévőket ma este, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, mondjunk nemet ezekre az elhibázott szankciókra, álljunk ki a józanság és a megalapozott és átgondolt döntések mellett. A nemzeti konzultáció sikeressége, a résztvevők száma azért nagyon fontos, mert a kormány pozícióját erősíti azokban a tárgyalásokban, azokban a vitákban, amelyek Brüsszelben és más fórumokon zajlanak, és amelyek meghatározzák azt, hogy milyen döntések születnek. Az a határozott véleményünk, hogy azzal nem segítünk Ukrajnának, hogyha saját magunkat tönkretesszük. Azzal nem segítünk sem Ukrajnának, nem hozzuk el a háború végének a bekövetkeztét, hogyha saját magunkat meggyengítjük, az európai gazdaságot lábon lőjük, és munkanélküliséget, bizonytalanságot, áremelkedéseket okozunk. Márpedig a brüsszeli szankcióknak egy jó része ezt okozta jelen pillanatban. Ezzel szembe kell nézni, módosítani kell azokat a döntéseket, amelyek rossz döntések voltak, és ki kell maradnunk ebből a háborúból. Magyarország a kezdetektől fogva a béke pártján állt. A kezdetektől azt mondjuk, hogy mindent a tűzszünet és a béke megteremtéséért kell megtenni, és elutasítjuk a háború eszkalációjának az erőltetését, elutasítjuk azokat a döntéseket, amelyek veszélyesek mind a biztonságunk szempontjából katonailag, mind pedig a gazdaság szempontjából. Többet ártanak nekünk, mint az agresszornak. Ezeket a döntéseket meg kell változtatni, és a magyarok támogatása és véleménye ebben nagy erővel bír. A konzultáció legfőbb lényege az, hogy az emberek véleményt nyilvánítsanak. Ugye több kérdésben kérjük az emberek véleményét, ezek a szankciókra vonatkoznak, elsősorban az energetikai szankciókra. Közel 700 000-en már véleményt mondtak, ez egy óriási szám, minden egyébként másút időnként megtartott konzultációnál magasabb, a nyugat-európai országokban néhány tízezer főben ki szoktak merülni az ilyen akciók. Nálunk ez most már egy több százezres véleménynyilvánítás, korábbi nemzeti konzultációknál ez meghaladta az 1 milliós számot is, óriási a jelentősége ennek, és még egyszer a kormány pozícióját a tárgyalásokon, ahol a magyar érdek mellett áll ki, mindenképpen erősíti az, hogyha meg tudja mutatni, hogy hányan állnak mögötte, és hányan mondtak konkrétan véleményt bizonyos kérdésekben. A kormány megszüntette a SZÉP kártyák zsebeit, újra bármelyikből lehet vendéglátásért, szállásért fizetni. A döntést elsősorban a turisztikai szektor támogatásáért hozták. Sikerült-e valamit javítani ezzel az idei év eredményén, vagy ez már nem tudja visszahozni a szektor életkedvét? Vendégem Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye volt néhány olyan döntés a kormányzatnak az elmúlt egy hónapban, ami azt a célt szolgálta, vagy szolgálta volna, hogy a turisztikai szektort támogassák. Vajon sikerült-e, hogy látja, lehet-e még bármit is menteni ezen a egyébként tragikus éven? Hát elméletekben még közel egy hónap van még hátra ebből az évből. A vendégszám most egyenlőre úgy tűnik, hogy december 31-éig a foglalások nagy része realizálódni fog, és realizálódhat is. Január, február, március a következő évnek az első negyede lesz egy picit kritikusabb, ugyanis belemegyünk a téli hónapoknak annak a részébe, amikor Isten igazából keményen fűteni kell, akik nem tudtak alternatív energiát kivitelezni, vagy nem tudtak átállni valamilyen olcsóbb energia forrásra, nekik ez jelenthet nagyon nagy problémát. És hát természetesen, hogyha 1 forintot kapunk is, nagyon örülünk, hogyha 5-öt, akkor annál jobban. Minden jó, ami túlélésünket ebbe a WWW alakú válságba megpróbálja irányba állítani, vagy kihúzni ebből a bizonyos válságnak a legmélyebb bugyrából. Remélhetőleg most már ez a tehát nincs, ettől lejjebb már nincs. Vendégszám az ebben az évben úgy alakult, hogy a téli hónapok aránylag ezt a plusz nullát tudták hozni, aztán jött egy nagyon jó nyarunk. Az ősz az erőteljes visszatorpanás volt, a tél pedig úgy tűnik, hogy így nem lesz már Covid-zárás, egy picikét zárójelbe tettük ezt a Covid-19 okozta hullámokat, most már nincsen se technikai zár, se ajánlások nincsenek, szabadon mehetünk, jöhetünk bárhova. Most teljesen másfajta válságba csöppentünk, egy ilyen inflációs, háborús válságban, ahol napi árasak még mindig a dolgok, tehát sok minden van, amit megrendelünk, nem tudjuk, mennyit fogunk érte fizetni. Talán, ahogy mondtam a bevezetőben is, az a vendégszám, amely most a foglalásai még egyelőre élnek az Excel táblákban, remélhetőleg ez december 31-ig kitart. Az, hogy a következő negyedév hogy alakul, azt mindenki nagyon várja, és én azt tudom itt is mondani, mint amit el szoktam mondani a magyar embereknek, hogy legyen belföld az új külföld, hogyha lehet, akkor maradjunk itthon, és ezt a szektort próbálják erősíteni, ugyanis nem csak a vendéglátást kell megmentenünk közösen együtt a vendégekkel, vagy közösen együtt a vállalkozásokkal, munkavállalókkal, hanem az erre ráépülő, vagy aláépülő, aládolgozó szektort, a mezőgazdaságot, ugyanis a magyar mezőgazdasági termékeknek az egyik legnagyobb felvevő bázisa a vendéglátás, gasztronómia. turizmus. Említette azt, hogy az Excel táblákban még ott vannak a vendégek, december 31-ig. Jellemző, hogy ugyan lefoglalták valamikor májusban, júniusban, mert akkor még úgy jó ötletnek tűnt, de aztán mégsem mennek el, nem realizálódik ez a foglalás? Igen, nagy valószínűséggel több kollégám is meg tudja erősíteni, hogy a karácsony, illetve a szilveszteri nevek azok, hát ha nem háromszor, de kétszer biztos kicserélődtek már. Úgyhogy az a biztos, ami elmúlt, és a múlt az úgy tűnik, hogy ez a november végétől való erősödés az még most jelen pillanatban kitart. Ha minden jól működik, akkor karácsonykor és szilveszterk ugyanúgy tele lesznek a szállodák, mint ahogy 2019-ben tele voltak, de ez nem azt jelenti, hogy ugyanazzal az eredményességi mutatóval tudjuk zárni a 2022-t, de bízakozunk, hogy 2023 már nem csak vendégszámban lesz jó, és egy jó évet fogunk zárni majd magunk mögött, amelyet még meg sem nyitottunk, tehát azért ennyire bizakodó a társaság, illetve a maga szektor, hanem eredményességben is, ha nem is 2019-hez, de 2018-hoz közelítünk majd. Ugye, a megye hogyan szerepelhet? Van-e esetleg rálátása arra, hogy a megye az országoshoz képest jól áll, kevésbé áll jól, akár vendégégháztartás tekintetében, akár pedig abban, hogy mennyire állékonyak az itteni vállalkozások? Pontos számon pontos mutató nincs, de a kollégáktól kapott visszajelzések alapján a középmezőnytől sokkal jobban szereplünk, tehát a top keresett régiók között, vagy megyék között szerepel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is. Ennek a megyének mindig el szoktam mondani, hogy van egy külön sajátossága, a határossága, és a határon átmenve is saját magunkhoz megyünk haza, hogyha ilyen csúnya szóval, kifejezéssel éljek. Tehát nagyon nagy a magyar lakta rész a határon kívül is, ez pedig a történelmünkből adódik, és a vendégészakák számát, a szállodáknak a foglaltsági mutatóit nézzük, a 2023 első negyedévében nagy valószínűséggel fogunk kapni az NTAK-tól, ettől a Nemzeti Turisztikai Adagszolgáltatási Központtól visszaadatot, és akkor ott már teljes képet tudunk mutatni, akár már január második-harmadik hetében is, hogy hogy alakultak a 2022-es évi teljes adatok, illetve hogy alakult a december. Minden fontos, tehát úgy, ahogy a támogatások fontosak a szektornak, ugyanúgy az adatok visszaszolgáltatása is nagyon fontos, de hát csak abban az esetben tud majd a kormányzat adatot visszaszolgáltatni nekünk vállalkozásoknak, hogyha mi is szolgáltatunk nekik hiteles adatot. Úgyhogy üdvözöltük, egyébként ez is benne volt a mostani szép kártyás csomagba, egy több intézkedés sorozat volt, hogy a vendéglátásnak, mint szektornak ebbe a turisztikai adagszolgáltatási központba való belépés egy fél évvel eltolódott, úgyhogy csak a szállodáikat fogjuk tudni értékelni és látni, de nagyon nagy szükség lenne arra, hogy az éttermek adatait is lássuk. Természetesen nem abban a töménységben, hogy ki mennyit, hol, mikor keresett vagy látott, hanem azt, hogy igen, milyen nemzetiségű vendégek, körülbelül mennyi volt a foglaltsága, mert Magyarország átállt, a magyar kormány, illetve a turisztikai ügynökség egy úgynevezett adatvezérrel turisztikai irányításra, és ez nagyon-nagyon fontos lesz majd a jövőben, 2024-25-ben, hogy azok a vendégek, azok a desztinációk, amelyek gyengébben muzsikálnak a keleténél, oda tudjunk irányítani vendéget, és hogyha ez éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megy, akkor nem fogjuk tudni, hogy mennyi vendéget kell ide irányítani. És ezt most nem csak mint vállalkozó drukkolok ennek, hogy ez létrejöjjön, hanem mint egy szakmai szervezet vezetője is, és segítsük azokat a kollégákat, akik életben maradtak, túl vannak a Covid okozta hullámokon, túl leszünk együtt, remélhetőleg együtt, közösen ezen a mostani jelenlegi válságon, és onnantól kezdve tényleg ott vagyunk a partnak azon a részén, amelyet úgy hívnak, hogy kezdővonal, ahol a startpisztoly el tud dördülni, és minél nagyobb szeletet kell, hogy kiszakítsunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország turisztikai adatbázisához hozzátett adatokból. Ez innentől kezdve eredményességet fog mutatni, sok-sok vendéget fog Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe hozni. Sokat jár külföldre, Olaszországba, Luxemburgba és más helyekre, ott hogy csinálják ezt? Nyilván ott is van egyfajta energiaválság, ott is valamivel drágább az élet, mint a volt korábban, de milyen trükkök, tippek vannak, amiket ők alkalmaznak, és esetleg mi is átvehetnénk? Hát az elsősleges trükk és tipp az, meg egy jó gyakorlat, az természetesen több lábon áll ez is, mint ahogy szoktak állni ezek a jó trükkök, tippek. Az első egy alternatív energiaforrásnak a megteremtése, ez legyen akár hőszivattyú, legyen napkollektor, legyen napelem, vagy éppen vissza a múltba egy picikét a fatüzeléses kályhákat elő kell venni, akár kandalló formájában, akár nagy égésterű kazánok formájában, vagy a 0 kilométeres ellátási láncok, vagy az ellátási láncoknak a lerövidítése, ez nagyon-nagyon fontos. Az, hogy a termelőtől, az előállítótól a fehér asztalig minél rövidebb út vezessen, és ez nem csak a úgynevezett divatos fenntarthatóságot segíti elő, hanem sok-sok kézen átmenve sokkal kisebb költségeket lehet így akár a raktárunkban nézegetni, vagy simongatni. És a 100 forintos almából így nem lesz 800 forintos alma, hanem az a win-win, és ennek van egy harmadik lába, megint csak egy win. Tudom, hogy ki termelte, tudom, hogy hova jött, tudom, ki dolgozta fel, és biztosan, hogy ezt a hármat tudom, akkor tudom, hogy jó lesz a minősége. Tehát az értékesítő, a továbbfeldolgozó és a vendég is jól jár, hogyha ezt a rövid ellátási láncot használjuk. Ez már bevegye a holat akkor Nyugat-Európában. Nyugat-Európában, igen. És mennyire van, ugye itt az alternatív fűtéshez pénz kell. Most pont nincs az ágazatban ilyen összeg. Itt kell a kormányzati segítség, vagy az vagy jön, vagy nem, mindenkinek valamit ki kell találnia, hogy függetlenítse magát. Én úgy gondolom, hogy a Covid az megmutatta, hogy semmi nem biztos. Egyik nap volt vendég, másnap nem. Az, hogy ezt hogy éltük túl magát, azt az egész technikai zárt, a vendéglátás szektora, ez egy nagyon jó kérdés. Talán voltak tartalékok, mert ahol nem voltak ők, kénytelenek voltak bezárni, majd újra nyitni, és most belerohantunk egy következő válságba. Igen, kellene hozzá pénz, kellene hozzá támogatás. Nem csak nekünk, hanem az alattunk, fölöttünk lévő szektoroknak is, akik éppen fölveszik a mi szolgáltatásainkat, vagy akikből mi merítkezünk és építjük be a szolgáltatásainkba. Mindenki tartalékok híján van, nagyon kellene egy közös összefogás, és ezért kértem arra, akár itt a tévénézőit is, hogy legyen belföld, az új külföld, maradjunk itt, ha mentsük meg együtt közösen a vállalkozásokat. Mert akkor így, akkor biztos, hogy ha magyar vendég van, akkor... Hát én azt szoktam erre mondani, igen, egy másik ugyanilyen rövid, hogy ha vendég van, minden van. A jövő év, az mondta, az első 3 hónap kritikus lehet. Számít arra, hogy akár a megyében is, vagy országszerte bezárnak vendéglátóhelyek, vagy szállodák? Volt, igen, többet hallottunk már, kisebb éttermeket, akik már a pengélen táncolnak, és ők biztosan januártól be fognak zárni, de hát itt is az a biztos, ami már elmúlt. Nem kívánom senkinek, hogy bezárjon, és még az sem, hogy ezen gondolkodjon, ugyanis van sok-sok esetben, hogy egy életmunkája van ebbe benne. Ez mindenkin kívül áll, hogy mennyire drágultak meg az árak és az energiaárak. Nem tudom, hogy lehet ezt kigazdálkodni, hogyha nincsen normális keret arra, hogy alternatív energiaforrásokhoz nyúljunk, és azt sem tudom, hogy lehet majd azokat az árakat, amiket a mi árainkat nyomják, vagy a vállainkat nyomják, tovább áthárítani a vendégeinkre. Úgyhogy ez egy jó kérdés lesz a következő 4 évben. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2 évnek a tapasztalat az a következő 4 évet fogja meghatározni, és legszűkebben a következő 3 hónap tapasztalataiból fogunk tudni a legjobban táplálkozni a jövőben, 2023 év vége felé, hogy mit is kellett volna csinálni, vagy hogy kellett volna csinálni, vagy hogy kell majd csinálni egy következő hasonló típusú válságnál, hogyha esetleg még jön szembe valami. Nem akarok cinikus lenni, de hogyha mondjuk bezárnak éttermek, akkor azoknak, amelyek nem zárnak be, majd egyszer kicsit jobb lesz, hiszen látszik, hogy igény van ezekre a szolgáltatásokra, tehát lehet, hogy kevesebb lesz a szereplő, akkor ők ugye nagyobb haszonnal tudnak dolgozni. Nem tisztul esetleg meg a szakma ezáltal? Vagy azért ez senkinek ugye nem kívánunk rosszat? Hát ilyen áron ne tisztuljon meg soha. Ha megtisztul a szakma, akkor az ne ilyen áron tisztuljon meg. Ugye, sok probléma volt azzal, nem csak az energiárakkal, meg az alapanyagokkal, hanem hogy a szakembert tekintetében, és ezzel most hogyan állunk? Sikerül-e megfelelő számú és minőségű szakembert a éttermekben, szállodákban tartani? Ez a legnehezebb kérdés, mert az elmúlt 3 évben arról szólt az összes híradás és a fáma, hogy mennyien hagyták el a vendéglátást. Ennek van egy alá vagy felé rendelt viszonya, hogy az, akik a vendéglátásban szeretnének dolgozni, vagy ebben dolgoznak, ők mennyire hiszik el, hogy ebből hosszú távon meg lehet élni. Az, hogy a béreket kiegyenesítettük, közel-nyugat-európai bérezés van, akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A munkakörülmények szintén nyugat-európaiak. A munkakörnyezet sok esetben már 4 napos munkavégzésről szól, nem is 5 naposról. Vannak olyan hónapok, amikor a tulajdonosi kör jóval kevesebb pénzt keres, mint az ott dolgozó kollégák, de ez még mind semmi, hanem hogy a jövő generációja el fogja hinni ennyi válság után, amikor csapong a vendéglátás, csapong a szállodaipar, csapong a turizmus, hogy érdemes ezért tanulni, érdemes ezért annyi áldozatot hozni, amennyit talán egy másik szakmáért nem. Miért mondom? Mert ez az a szakma, aki akkor dolgozik, amikor más pihen, és nagyon-nagyon nehéz elfogadni, hogy szombat-vasárnap nem pihenőidő, a karácsony az nem biztos, hogy karácsonykor van, az új év pedig nem biztos, hogy új évkor van számunkra. De a másik oldala pedig egy gyönyörű dolog, amikor a vendég mosolyog, a vendég megelégedett, a vendég köszönömet mond, és a vendég visszatér. Így röviden összefoglalva egy nagyon összefüggő és egy nagyon összetett kérdéskör az, amit most boncolgatunk, az talán még több lábon áll, mint az összes többi, amiről eddig beszéltünk. Na hát remélem, hogy azért a sok felhő mellett azért lesz majd napsütés is a következő évben. Kívánom ezt az egész szakmának, meg hát önöknek is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívást. Én köszönöm, hiszen a felhők fölött mindig kék az ég. Ez így igaz. Igen. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk önöket, amikor vendégünk lesz a Vöröskereszt megyei elnöke. Viszontlátásra!